Műemlék felére tolvasható az 1896-ban épült gőzüzemű átemelő szivattyútelep falán. Alig több mint fél év alatt építették meg, miközben téli időjárási körülmények is nehezítették a munkát. És az alapanyagok szállítása sem úgy működött, mint manapság. Beépítettek 1100 köbméter betont, 1300 köbméter téglát, és azt lehet mondani, hogy rekordidő alatt, rekordminőség, és nagyon jó minőségben, hiszen 128 éve, épült ez a szivattyútelep, és eredeti állapotában meg tudtuk őrizni. Úgyhogy büszkék vagyunk az elődökre, akik megtervezték és megépítették, és büszkék vagyunk, és köszönjük azoknak, akik 128 éven keresztül a gondját viselték ennek a komoly létesítménynek. 1971. Ez a február 19-ei az utolsó bejegyzett adat a Tisza-Berceli telep üzemnaplójában. Nem messze innen épült az elektromos telep, amely ezeket a gépeket végül leállította. Pedig mindig voltak olyan szakemberek, akik működtetni tudták a komoly szaktudást igénylő nehéz gépeket. Ezt a berendezés csoportot már a magyar gépipar, a magyar vízgépipar gyártotta le, az első Kárpát-medencei gőzözömű belvízmentesítő szivattyú telep, az Sajfokon a középtisza vidékén épült, és ott még a döntött vas szerelvényekre, szivattyúkra az van felírva, hogy 1878 London. Tehát akkor még Angliából kellett ilyen gépeket, berendezéseket hozni, de ez már a magyar iparnak a terméke volt. Méghozzá a kor legkorszerűbb és legjobb minőségű gépei. Ezért közel száz éves működése alatt csak kisebb javításokat kellett rajta végezni. Az idő azonban nyomot hagyott az épületen, amelyet a rétközi turisztikai projekt keretében sikerült felújítani. Rendbetették az ikonikus helyszín külső homlokzatát, új tetőt kapott az épület, és más állagmegóvási munkákat is végeztek rajta. Nálunk az egyik legfontosabb épületet jelenti, hiszen Tiszaberszánek is, de nem csak Tisaberszenek, hanem az egész Rétköznek. Az életét befolyásoló épületről van szó. Ezt az 1900-as évek. Érte, az 1900-as évek elején, mert az 1800-as évek végén készült el ez a, ez a telep, de az 1900-as évek elejére ennek a gőzszivattyú a segítségével sikerült a rétköznek a belvízmentesítését megoldani, és én azt gondolom, hogy ennek egy nagyon komoly gazdasági jelentősége volt, hiszen ezzel be tudott kapcsolódni ez a tájegység az egyre erősödő magyar mezőgazdasági életbe, és nagyon sok embernek adott így kenyeret. A felújítás részeként a régi színtároló helyén egy látogatóközpontot alakítottak ki. Az itt helyett kapott állandó kiállítás a rétköz ár és belvízmentesítését mutatja be. Itt a Tisza mentén, Ibránytól egészen Tiszadovig, nagyon sok látnivaló van, például megemlíthetem, hogy Szabolcs nemrég lett történelmi emlékhely, tehát itt a nyíri mezőség és a rétköz összekapcsolódik, és én azt gondolom, hogy az aktív és ökoturizmusnak is kiváló helyszíne, hiszen itt lehet kerékpározni, lehet a víziturizmus szenvedélyének hódolni. Szabolcs szent már Bereg vármegye legrégebbi gőzüzemű szivattyú telepe újra látogatható, kezelője a Felső Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.